A 2008-as válság az ingatlan piacon is éreztette a hatását egész Magyarországon, hiszen nagyban csökkent a lakáseladások és építések száma. 2016 második felétől azonban egy jelentős változás figyelhető meg, és egyre erősebb a lakásvásárlás iránti kedv. A növekvő tendencia nem csak országosan, hanem Nyíregyházán és az egész megyében is érzékelhető. Eddig vidéken a használt házak, illetve a nagyobb településeken a használt lakások piacának a fellendülése látható, de a jövőben az új építési ingatlanok iránt is megindulhat a kereslet. Jelen pillanatban elsősorban még mindig a használt lakások mennek. Ennek azért tudni kell, hogy a hátterében az áll, hogy a társasházi lakásépítések még valahol tömegével az idénre fognak megépülni, fognak elkészülni. Tehát ugye csokkal egybekötött lakáscélú hitelt viszont meg csak akkor tudnak igénybe venni az ügyfelek, hogyha már átvett lakhatási engedéllyel rendelkezik az ingatlan. Az ingatlan piac fellendülésével megnőtt a lakossági hiteligénylések száma is, illetve sokan élnek a családi otthon teremtési kedvezménnyel, a csokkal is. Az utóbbi időben inkább a használt lakás vásárlására a csokot és valamilyen jelzálókitel konstrukciót vesznek igénybe szemben a 10 plusz 10-es konstrukcióval. Az ingatlan árak a megyében Budapesthez képest szerényebben alakulnak, amíg a fővárosban a társasházi lakások négyzetméteréért 500-750 ezer forintot is elkérnek, addig Nyíregyházán 300 ezer, illetve a penthouse lakások esetében 340 ezer forintos négyzetméter ár a jellemző.